Egyelőre Moson-Szolnokon játszik a Moson-Magyaróvári kézilabda klub ese. A játékosok mellett a szakmai stáb is dolgozik. Nem mondom, hogy az út elején vagyunk, hiszen ez már nagyon régen elkezdődött, de nem is az út végén, mert nagyon sok feladat van még előttünk. Folyamatosan napról napra mindig kis eredményekkel, de haladunk előre. És én azt gondolom, hogy mire élesbe fordul szeptember elejére, és indul a bajnokság, tehát szeptember 3-án lesz az első meccsünk, pont a Váccal és idegenbe kezdünk, addigra ez a folyamat össze fog állni, és tényleg a feladatokra már akkor a további építkezésre tudunk koncentrálni. Jelenleg is zajlanak a tárgyalások a támogatókkal, az ő emblémájuk is felkerül a jegyekre, bérletekre. Amint megkötik a szerződéseket, megkezdik a belépők árusítását. Még össze kell szokniuk, de jó lesz szerintem a szezon kezdetre. Ez a kétszeres bajnokok ligája csapat egyik vezér szurkolójának a meglátása. Az első felkészülési mérkőzésen még szinte üres volt a lelátó. Néhányan azonban már eljöttek megnézni az új csapatot. Győri szurkoló vagyok, ugye Győrnek szurkolok, de mellette ugye a Moson-Magyaróvári csapatot is ugye magunknak érezzük. Lokálpatriótaként, Moson-Magyaróváriként mindenképpen örülni kell. Hiszen valamikor volt jó nevű Mogac férfi kézilabda csapat, és most újra pár évtized után egy magasabb szintű kézilabda csapata lesz a városnak. Korábban Győrben edzettek és Veszprémben játszottak a lányok. Most először húzták magukra az új csapat címeres mezét. Teljes pozitivitással indultunk neki, vártuk ezt, hogy átkerüljön, hogy végre legyen otthonunk, szurkoltábunk, már most is megjelentek emberek, akikértünk szorítottak, és ez nagyon jó érzés, hogy mögöttünk állnak, és hogy tudunk így építkezni. A lányoknak sem mindegy tehát, hogy biztatják-e őket a lelátóról. Sokkal jobban segíti a jó játékot, hogyha szurkolókkal teli csarnok előtt lépnek pályára. Nagyon számítunk a hazai közönségre. Mi 2 éven keresztül tulajdonképpen, nem mondom, hogy üres lelátók előtt játszottunk, de igazából csak a családtagok voltak a mi rendes szurkolóink, és én biztos vagyok abban, hogy ahogy Óváron és Moson-Magyaróváron és környékén szeretik a kézilabdát, én biztos, hogy telt házat fognak ide varázsolni. Mi pedig hozunk ide olyan csapatokat, akiket érdemes lesz megnézni, akár gondolok az Etóra, a Ferencvárosra, és hát a többi csapatban is vannak klasszis játékosok. A mérkőzéseket tehát egyelőre Moson-Szolnokon tartják. A tervek szerint minden második vasárnap a délután lesznek a meccsek. A friss információkról viszont több helyről, például televízión kiíradásaiból is értesülhetnek. Nagyon szeretném kérni a kedves szurkolókat, érdeklődőket, hogy az mkcese.hu honlapunkon, weblapunkon, ami egyébként béta fázisban van, tehát folyamatosan fejlesztjük. Itt szeretném, hogyha folyamatosan figyelnék, vagy akár a Facebookon, szintén jelen vagyunk, ott nagyon sok információt tudunk megosztani. A média partnerünk a Moson-Magyaróvári Városi Televízió, ott is sok hírt tudunk megosztani az érdeklődőkkel.